Két barát álmának megvalósulását jelenti az MPK Charolais Farm név. A történet 2006-ban kezdődött, amikor Nagy Pál és Porkert Krisztián azzal a céllal vágott bele a munkába, hogy Közép-Európa legjobb Charolais tenyészetét hozzák létre. Olyan ágazatba próbáltunk belépni a mezőgazdaságon belül, ami viszonylag kisebb beruházási költséggel és egy évek óta rentábilisan működő ágazathoz tartozik. Egyszerű és természetközeli tartástechnológiával lehet minőségi élelmiszert előállítani. Hány marhával kezdtétek? Az első marhánk az egy fél éves magyar tarka üszőborjú volt, tehát ez volt egyetlen egy marhával kezdtük, de egyébként magát a charolais tenyésztést az 2009-ben 25 darab üszővel és egy tenyészbikával kezdtük. Honnan hoztátok a tenyészállományt? Abszolút az összes tenyészállatunk Franciaországból érkezett, kizárólag francia átöskönyves teheneink és tenyészállataink vannak. Miért pont a charolais mellett tettétek le a voksot? Annó, mikor a húsmarha mellett döntöttünk, és ezen belül fajtát kellett választanunk, akkor azon gondolkodtunk, hogy a nagytestű és a kistestű húsmarha fajták közül melyiket válasszuk. Piaci igények alapján a nagytestű húsmarha fajták mellett tettük le a voksot. Ezen belül pedig ugye szóba jöhetett a charolais, a blond aquitaine és a limuzin. Mi, mint kezdő húsmarha tartók, a nyugodtabb vérmérsékletet és a nagyobb élőtömeget, nagyobb mennyiségű húst előállító fajtára szavaztunk, és ez pedig a charolais volt. Mekkora most az állományotok, Pali? Jelenleg 70 termelő tehenünk és a szaporulata van a farmon. Ti azért vagytok érdekesek ebben az országban, mint marha tartók, mert ti az előállított állatokat nem élve adjátok el, hanem földolgozzátok, ami példaértékű lehetne az összes többi állattartó számára. Mi igyekszünk a termőföldtől valóban az asztalig megvalósítani a teljes vertikumot. Az állatoknak a gerincét, ahol az értékes húsrészek vannak a marhába, ezt szárazon érleljük minimum 6-7-es érleléssel, hűtőkamrában, és utána kerülnek szeletelésre, csomagolásra. A többi részéből pedig tőkehúsok, vörösáru, tehát készítünk párizsit, virslit és mindenféle egyéb finomságot a marhában. Lie down! Hey man! Come by! Lie down! Vannak viszonteladó partnereink, van saját webshopunk, ahol magánfogyasztók is bármilyen termékünket meg tudják rendelni éttermeknek, és van saját éttermünk Budapesten, ahol pedig elkészítve vagy delikátesz üzletként is működik, és akár bármelyik terméket lecsomagolva meg tudják vásárolni a fogyasztók. Az állattartást hívják a mezőgazdaság nehéz iparának, és itt lehet azt is mondani, hogy az egyik legpénzigényesebb tevékenység az állatoknak a tartása, hiszen takarmányokat kell venni, tehát be kell ruházni tulajdonképpen ahhoz, hogy aztán visszajöjjön valami pénz. Van-e ehhez valamiféle segítségetek? A pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni, és emellett természetesen, mivel egy teljesen nulláról indított vállalkozás a miénk, hitelek segítségével és ezek bevonásával tudtuk azokat a fejlesztéseket és beruházásokat megvalósítani, amik ahhoz voltak szükségesek, hogy egy ekkora állományt a megfelelő infrastruktúrával, a megfelelő takarmánytermő területtel ki tudjunk szolgálni. Több bankkal is kapcsolatba állunk, ezen belül a legnagyobb beruházásainkat a Takarékbank finanszírozta. Az elmúlt 10-15 évben a húsmarha ágazat szerepe jelentősen nőtt hazánkban. Ez teljesen ellentétes azzal a tendenciával, ami az Európai Unió más országaiban figyelhető meg. Ha magát a szarvasmarha tartást nézzük, akkor ott ugye vannak a tejhasznú és a húshasznú állatok, és mind a tejhasznú, mind a húshasznú állatoknak a létszáma jelentősen csökken. Magyarországon az összszarvasmarha állomány növekszik, igaz kismértékben, de növekszik, és a szarvasmarha állománynak a növekedését az a húshasznú állatoknak a tartása adja. Persze a statisztika az a bázisválasztásnak a művészete, így szokták mondani, de mostanra az elmúlt 5-10 évben megduplázódott a húshasznú állatoknak a száma Magyarországon. Ti mennyire támogatjátok az állattartó ágazatot, hogyha már itt vagyunk, azt muszáj megkérdezni. Az állattartásnak a finanszírozása az mindig egy különleges dolog a banki finanszírozási területen belül. Az MKB-n belül ugye van egy agrár és élelmiszeripari üzletág, mi kifejezetten fókuszálunk az agrár speciális igényeknek a finanszírozására, és az állattartás
mindig is egy külön szakmát jelentett, külön szakmai kihívást, banki novumot, hogy ezen termelőknek hogyan tudunk partneri kapcsolatot kialakítani. Nagyon fontos az az állattartás terén. Persze számokról beszélünk, közös kockázati stratégiát alkotunk, ilyenkor egy partneri stratégiai közösséget, írunk alá egy kölcsönszerződéssel, egy partneri szerződést, de nekünk a legfontosabb az, hogy az ügyfél, a partner szakmailag megalapozott múltat tudjon bemutatni, képzett legyen, innovatív gondolkodású legyen, és maga a fajta választás, ami itt is megjelenik az MPK esetében, egy olyan legyen, amiben látunk jövőképet, ami egy pozitív históriára, egy pozitív track recordra épül. Tehát speciális a kiszolgálása az állattartóknak. Jelen esetben itt a két fiatal szakembert támogatjátok. Elején forgóeszköz finanszírozással álltunk melléjük, segítettük a tevékenységet, úgymond szabad felhasználású finanszírozásokkal, majd amikor letették az asztalra azt, hogy ők bizony bővíteni szeretnék a portfóliójukat, a tevékenységüket, akkor Pécsváradon a feldolgozó üzemük beruházásába is segítő partnereik voltunk, és vagyunk is a mai napig. Az utóbbi egy-két hónapban azért kicsit elszaladtak a kamatok. Mennyire nehezíti meg a termelőknek a hitelfelvételét ez a tény? Mi úgy tapasztaljuk, hogy most egy picit a kivárási időszak van. Merre mennek el a beruházások, fejlesztések? Eleve azok a projektek, amelyekbe az ügyfelek belefogtak egy fél évvel ezelőtt, azoknak az ára, hogyan inflálódott, építőipar, gépek, az euró árfolyam, stb. Ezek mind befolyásolják a beruházási kedvet, tehát én most úgy számolok, hogy lesz egy kivárási a finanszírozási piacon, és inkább a termelés finanszírozás, a forgó tőke finanszírozás kap majd nagyobb hangsúlyt. Erre próbálunk továbbra is segítő partnerei lenni, mind az MPK sárolainak, mind az agrobizniszbe dolgozó ügyfeleknek.